gyerekek, vigyázzatok, mert egy nagyon-nagyon epik intro fog következni. Le fogok utánozni egy legendás alakot. Nyilván mindenki ismeri őt, meg be is fogom vágni, úgyhogy őt nem kell bemutatni. Kezdjük a videót. Áj, bibek! be bibek! Így van, ismét FIFA tartalom a csatornán, úgyhogy sziasztok, én Neon vagyok, és elérkeztünk egy FIFA 19 draft kihíváshoz. A mai videóban pedig a 193-os draft kívást fogjuk megcsinálni, legalábbis megpróbáljuk. Igazából én ezt még a csatornámon sohasem próbáltam. Egyszer videón kívül értem el a legjobb draftomat, a 190-es volt. Nem tudom, szerintem egyébként van esélye, hogy összejöjjön a 193, mert ugye már kijött a tots, ugye kijöttek a TOC kártyák, a... De szóval nagyon sok special kártya van. Illetve ilyenkor azért már adogatja a jó kártyákat a játék, úgyhogy... Remélem, hogy összejön. És azt már most elárulom nektek, hogy már megvan rendelve a FIFA 20, úgyhogy a megjelenés napján meg fogom kapni, és tudok vele játszani. Úgyhogy én azt terveztem, hogy szerintem még az nap, a megjelenés napján, live-ban elkezdjük az Ultimate Team sorozatot. Ha örültek neki, akkor írjátok le kommentbe. Szerintem egy tök jó ötlet lenne. Úgyhogy én úgy tervezem, hogy aznap elkezdjük élőben az Ultimate team de nem húzom az időt, kifizetünk 15 000 zsetont, és kezdjük a draftot. Nézzük szépen a felállásunkat, 4, 2, 3, 1 nem lesz jó, pedig azt hittem. Ez azért nem lesz jó, mert nincsen szélső, az pedig fontos lenne, mert ott tudjuk adni a játék. Szeretnék olyat, amiben van CM is, meg Kam és szélső is, Hát, olyan nincs. Úgyhogy szerintem nézzük a 4-4-2 ez a sima 4 4 es felállás, és a kapitányunk az valószínűleg egy vr lesz. Igen, megnézzük őt. Na, azért, hogy 193-at kell összegyűjteni, hát nem lesz könnyű, tényleg. Szerintem induljunk el Premier league -gel. nem oda akartam. Nézzük meg a jobb strikerünket. Aha, Bacsuáé lehetne az egyetlen egy választásunk, de szerintem... Hát én megnézném. Át inkább Aspaszt. Az, az. Mert azért ő Matával egy kicsit összhangban is van. Bocsi srácok, tudom, hogy a zöld háttér nem éppen jó. Ö, hát... Én szerintem folytatnám a Premier league mert a Bundesliga az nincs a csapatban, úgyhogy jön Lacazette, egyelőre amúgy olyan rosszul nem haladunk, de hát nem úgy tűnik, hogy össze fog jönni. Nézzünk egy ö... spanyol ligás kéne, vagy angol, úgyhogy szépen pareót ki is választjuk, szerintem őket megcsináljuk. Akkor 12 et több kemiszért kapunk, az nem kevés. Ú, gyerekek, ezek füstök. Felipe Andersonnak van kemiszért, neki meg ugyanúgy, úgyhogy ő lesz az. Jó kis toc, bár a nevére nem emlékszem, már most elfelejtettem. Öh, hát te lesz az, semmiféleképpen nem akarom választani, mert nekes, neki se, hogy nem lesz összhangja. Fél Bundesliga nincs, úgyhogy Din lesz a kiválasztott. Nézzük a cb ez rossz lesz. Öh, hát jó, ilyenekkel tudjuk elrontani a csapat rétinget, az, ezt mindenki tudja. Jó, ez, ez már jobb. Öh, Szokratis megnézhetjük a védelem az most sem a legjobb. Alexander Arnold az egyértelmű, és a kapuba egy Yashin kéne a ratingem miatt. Akkor Kepa. Jó, kezdünk a 188-as. Hát, még lehet feljebb tolni. De amúgy lejjebb is. <laughs> Úgyhogy, de he, az nagyon jó lesz, szépen kipikkeljük, és be is rakom kezdőbe. Egy, egy CB kéne, egy Fandike. Jó, oké, okay. ennyi volt, kértem, és kaptam. Megkaptuk fandájkot, megy is be a kezdőbe, és még mindig 188, úgyhogy... Még van mit rajta csiszolni. Ö, nézzük meg, hát nem hiszem, hogy én Alexandrót ki tudnám, vagy be tudnám rakni a csapatba, úgyhogy rámegyek a ratingre és kiválasztom blindet. Ja, amúgy a kezdőn annyira nem kell már erősíteni, mert egy teljesen erős kezdőnk van. Ö, Párehú helyett igazából be tudnám rakni buszkecet, de nem szeretném. Mert ő csak CDM, páró meg CM, úgyhogy Tiágót kiválasztjuk ismét a rating miatt. Gyerekek, még a pad az, az feljebb tolhatja a ratingünket. Nézzük felé, Penderson nem jobb, Rice-nak nem nagyon van helye. Richarlison, hát Richarlison berakhatnám. De nem igazán menne hogy a rating, úgyhogy jöhet Gnabri. Egyébként lehet, hogy óriási hülyeséget csinálok azzal, hogy nem azt a játékos választom ki, aki a legjobb lenne. De nem baj, ez egyértelműen messzi lesz. Oké, okay. ez rossz lesz. Nem, nem. Ó, oh, ó, oh, oh, gyerekek, ez nagyon jó. Obama Jangot szerintem azért kipikkelem. Na, ő nem jön rosszul, és szerintem be is rakom a kezdőbe, csak nem kapunk minuszkem, de kapunk. Mm, jó, megnézzük. Szerintem keresnék egy Premier League-es CM-et. Jó? És akkor hát, hogy meg lenne a jó sok chemistry, az nincsen, úgyhogy kaptunk 95-ös SURESZ-t, ami, ami nagyon jó. Oké, oké, hát figyeld. Nem hiszem, hogy már meg lesz, de reménykedni azt mindig lehet. Például kaptunk ide egy. Matú, ja, nem Matú, Matú, nem is angolik, és mit csinálok? Állít, megpróbálom oda berakni. Így még, még, még kevesebb kapunk, úgyhogy ö, marad az eredeti megoldás egyelőre. Aztán még örülnék, hogyha tudnék erősíteni a kezdőn is. Hát nem tudok, úgyhogy kapunk egy bélt. Jó, hát ö, egyelőre 189, aztán ha berakom a tocokat sorrendbe, meg messzit, meg ezeket, akkor még adhat pluszt. És a szilver nyilván nem maradhat ki a szilvert, az mindig kell. Akkor kiásztam konét, és akkor bízunk az utolsóban, hogy hogy mondjuk egy nagyon jó egy nagyon jó csatárt ad be. Vagy egy nagyon jó cb vagy egy nagyon jó left -eket. Premier <laughs> Jó, nagyon jó. Henderson, Gratulálok. Jó, akkor 189-el kezdjük, és megnézzük, hogy mennyit tudunk ebből kihozni. 95 után jön 94-es Messi. Tiago 93-mal, már 190. 92, 91, még egy 91. Ide 88. Nem lesz meg, és nem lesz meg gyerekek. Ezért nagyon kár. Még a tartalékot is berakom sorba. Hátra a 191-re felugrik. Nem. Gyerekek, nagyon kár érte, mert amúgy a csapat az, az jó. Az tényleg jó. és tényleg, kár. Nagyon kár, hogy ezt nem tudtuk összehozni. Választok egy menedzsert. Ó, Silver. Silver catch. Egyik sem angol ligás, nem? Meg sem tudom nézni a izéjüket, a ligájukat. Tök jó. Azt a ligát nem ismerem, az bund... Ja, ott a liga, oda van írva, hát köz. Akkor milyen nemzetiség van a csapatban? Ő nem jó, ő se... Ő meg jó is vele. Figyeld meg, német az egy van a padon, argentin az messzi. Akkor legyen... Melyik a... Az a skót legyen? Kit érdekel már, amúgy se ezen múlik. Jó, a legjobb támadunk. Suárez legjobb középpárs. Tiago legjobb védő. Alexander Arnold. És 190-es csapatunk van. Hát... Nem sikerült megdöntenem az eddigi rekordomat, mert ugye mondtam már, hogy a eddigi legjobb a 190. Hát, kár érte. Egyébként lehet, hogy van, akit érdekel, gyorsan megmutatom, ilyen a csapatom. Nagyon ritkán még szoktam vele játszani. Ez mindjárt az Ultimate team be csapatom, tehát ezt használtam régen Squad battles meg Division Rivals-be, meg Weekend League-be. Tudom, hogy ez most egy draft videó, de elárulom nektek, hogy a meccset nem fogjuk lejátszani, és a meccseket, mert ilyenkor már a szerverek, ah, nem tudom, nem, nem túl jól működnek, meg az emberek is, hát már kevés van, értétek, úgyhogy ilyenkor már, már nincs kedvem lejátszani a meccseket, úgyhogy most csak megépítettük a csapatot, meg bemutattam az Ultimate Team csapatomat is, viszont Írjátok le kommentbe, mert még van, kérem szépen, 21.000 zsetonom, tehát maradt még egy draftra pénz, úgyhogy írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e még egy próbálkozást a 193-as drafthoz. Hogyha szeretnétek, akkor megpróbáljuk még egyszer, mert van elég coin rá, úgyhogy ö, lehet, hogy várható ebből a folytatás, ez rajtatok múlik, sőt, szavazzátok meg jobb felső sarokban, ott lesz egy szavazás, és akkor szavazzatok rá, hogy szeretnétek-e 193-as draft kihívásból második részt. Viszont ez a videó ennyire lett volna, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, ha így voltak, akkor dobjatok rá egy lájkot, like illetve iratkozzatok fel, Instagramom ott van lent a leírásban, és akkor találkozunk legközelebb is, én Neom voltam, sziasztok!